A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A vendégem Bakonyi István József Attila Díjas irodalomtörténész, és most kivételesen nem a Csóri Sándor társaságról, nem is egy-egy könyvről beszélünk, hanem egy életműről, hiszen a Magyar Kultúra napján Budapesten átvetted a Magyar Kultúra Lovagja díjat. Ezt most szeretném megmutatni a nézőknek is. Gratulálunk ezúton is minden irodalom kedvelő nevében. Nos, hát mi a klasszikus életmű interjút már megcsináltuk, és amikor átvetted a József Attila díjat 2015-ben, és hát azt is tudjuk, mi mindjárt irodalomkedvelők, hogy meg annyi elismerést érdemeltél ki irodalomtörténészi pályafutásod során, viszont a Magyar Kultúra Lovagja cím mindenképpen egy új fejezetet jelent, és erről fogunk beszélgetni meg annyi másról. Viszont nézzünk meg a díj átvételéről egy videót, nem profi videó, de azt hiszem, hogy kellően érdekes és érdemes arra, hogy most együtt megtekintsük. A Falva Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozza dr. Bakonyi István Székesfehérvár tanár irodalomszervezőnek. Indoklás, gimnáziumi tanár, 1995-től a Kodolányi János Főiskola adjunktusa, docense, majd főiskolai tanára volt nyugállományba vonulásáig. Irodalomszervezőként a székesfehérvári Király Emlékházban, Szent István Művelődési és Kulturális Központban, valamint Agárdon és Budapesten szervez irodalmi esteket, író-olvasó találkozókat. Elnöke és alapítója a Csóri Sándor Társaságnak. A Kossuth Rádióban, a Fehérvár TV-ben és a Vörösmarty Rádióban dolgozott. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldi Ferenc díjasa, József Attila Vörösmarty és Jósika Miklós díjas. Sikeres tevékenységét közel 40 könyve bizonyítja. A magyar irodalom népszerűsítéséért Magyar Kultúra Lovagja címet adományozott. No. Hát ennyi volt röviden, gratulálunk még egyszer. Azt hiszem, hogy ez egy bensőséges hangulatú, de méltóságot adó díját adó volt mindenképpen. Én még emlékszem, hogy a József Attila díj átvételekkor úgy fogalmaztál, hadd idézzelek, bevallom, elérzékenyültem, a szüleimre gondoltam, majd azonnal felhívtam a feleségemet, hogy együtt örülhessünk. Ilyenkor a legtöbb ember azt mondja, hogy nem a díjért dolgozik, de ez így nem igaz. A visszajelzés fontos az emberfia számára. Hát igen, most megkaptad ezt a visszajelzést ismételten, és azt mondom, hogy ez így van rendjén. Ugye irodalom szervezői munkásságod volt itt tulajdonképpen a fókuszban, és hát pontosan ezért egy kicsit tekintsünk vissza a múltba, mármint arra a múltra gondolok, amikor elkezdted a Csóri Sándor Társaságot, és elindultál azon az úton, ami azt hiszem, hogy egy egészen kivételes mindenképpen, hiszen mi magunk is gyakorta ott vagyunk a Csóri Sándor Társaság rendezvényein, és egészen kivételes szerzők érkeznek vendégként, olyan könyvemutatók vannak, amelyek példaértékűek, tehát teljes egészében lefedik a Kárpát-medencét, ha úgy tetszik. Igen, hát jól visszamehetünk az időbe, hiszen én 1976-ban kerültem Székesfehérvárra, akkor végeztem a tanárképző főiskolán, később aztán 80-as évekre én az egyetemet is elvégeztem kiegészítő magyar szakon, és valamikor 77-78-ban kezdtem olyan tevékenységet folytatni, ami gyakorlatilag ennek a, itt a laudációban is elhangzott, hogy elsősorban ezért tiszteltek meg ezzel a díjjal. A Szénatéri, akkor Májusi Téri könyvtárban
volt, ha jól emlékszem, első olyan rendezvényem, amire többek között olyan szerzőket hívtam, mint a legkedvesebb tanáraim közül Bécsi Tamást, aztán volt ott Kálnoki László, Oszter Sándorral, volt ott Kárpáti Kamil, Béres Ilonával. Tehát olyan írók, költők és színészek, akik akkor még erejük teljében voltak, és vagy kötetük jelent meg, vagy egyáltalán, ugye, hát a Bécsi Tamás többször is megfordult Székesfehérváron, hiszen számtalan előadásra, konferenciára hívtam. De nem csak Fehérvárhoz kötődnek ezek az első ilyen szervezési emlékeim, hanem Bodajkhoz is például, ugye, ahonnan származom, hiszen a akkori 70-es évek végén, 80-as évek elején a szakszervezeti könyvtárban, az a Bányász lakótelepen volt ez a könyvtár, ott volt számos jelenlétem, előadássorozatok. Hívtam oda vendégeket is, de volt, hogyha én tartottam előadást. Tehát ez a fajta tevékenység, ez a 70-es évek végén kezdődő, de hozzáteszem, hogy a Rákóczi Általános Iskolát is ide sorolnám, hiszen ott kezdtünk szervezni rendhagyó irodalom órákat. Mi volt az indítatásod, bocsáss meg? Hát az, hogy a tanár voltam, és úgy gondoltam, hogy szóval a katedrán túl, az irodalom magyar órákon túl talán érdemes a gyerekekkel megismertetni élő szerzőket, akik nem biztos, hogy a tananyagban benne vannak, de mindenképpen számukra fontos értéket képviselnek, és így volt az iskolában vendégem Takács Imre, Kalász Márton, Sobor Antal, és ott volt Bécsi Tamás is. Bécsi egyébként a hetedikeseknek tartott egy rendhagyó irodalom órát Csokonaiból, és hát az az elemzés az élményszáma ment, mert úgy elemezte egyik csokonai verset, hogy csak kérdéseket tett fel, és a gyerekek pedig válaszoltak. Hát ez a legtöbb, amit el lehet érni órán, azt hiszem. Akkor te említed Bécsi Tamást, ugye ő volt a kedvenc egyetemi tanárod. Igen, mindenképpen. Hát ezt is mindig elmondom, hogy az, hogy egyáltalán irodalom közelében vagyok, az nagyon nagy százalékban neki köszönhető, ezért is tartottam fontosnak, hogy néhány éve azt a Vörös Marti Dámáiról szóló kötetet megjelentesem, ami egy régi általa mentorált konferencia anyaga volt. És az így érkeztünk el 1981-hez, erről is már sokat beszéltünk, amikor Pilinszky János lehetett vendég a Rákóczi iskolában. Ugye tudjuk, hogy az utolsó évét itt élte tulajdonképpen. Igen. És azt is el szoktuk mondani, hogy ez volt utolsó nyilvános szereplése, és Pinke Miklós fotói pedig a róla készült utolsó fotók, mert ez március 25-én volt, és akkor rá két hónapra sajnos meg is halt a költő 60 éves korában. Meghatározó volt a szerepvállalásod a Vörös Marti Társaság munkájában is. Én azt hiszem, hogy ez akkor egyedül képviselték azt a fajta utat, ami azóta is megy, nyilvánvaló, kicsit másként értelemszerűen, de ezek is fontos évek voltak. Igen. És a jelenleg is fontos. Így van, ez azért is volt fontos, mert például 1985-ben, akkor még nem volt Vörös Marti Társaság, megszerveztem egy Németh László konferenciát abból az alkalomból, ugye Németh László is sokat foglalkoztam, abból az alkalomból, hogy akkor volt a pályaindításnak a 60. évforduló, és akkor nem volt még irodalmi társaságunk, de az akkori Hazafias Névfront mellénk állt, és ezt szeretném hangsúlyozni. Mindjárt mondom, hogy továbbiom is voltak ilyen kezdeményezések, és a Vörös Marti Mihály akkor megyei könyvtárban tudtunk szervezni egy nagyszabású Németh László emlékülés. Aztán ezt már, amikor már volt Vörös Marti Társaság, akkor a Városházán szerveztük meg, és hát ezeken a rendezvényeken a Németh László kutatás legelső vonalába tartozó irodalomtörténészek, írók jelentek meg, bár mondjuk egy ilyes konferencián itt volt Sinkovics Imre és Szoklai Sándor is, hogy egész más műfajt mondjak, ugye. Ez viszont 92-re volt tehető. Igen, rákérdeztem a Vörös Marti Társaságra, ez az utóbbi két rendezvény már a társaság rendezvénye volt. Igen, a 80-as évek végén többen is elhatározták és szerették volna, hogy újra éledjen az a fajta kör, az a fajta társaság, amelynek megvoltak a hagyományai már a 19. században és a két világháború között, de úgy alakult, ugye, hogy a különböző történelmi viharok mindig elsöpörték a Vörös Marti Társaságot, és nem véletlen, hogy a 80-as évek végén, tehát 1988-ban írunk akkor, került ismét terítékre, hogy ennek most már tényleg itt az ideje, és akkor is azt kell mondanom, hogy a Névfront segítségével
Ez a Posga Imre nevű fémjelzett szervezet volt, ugye idősebbek nyilván tudják, kiről és miről beszélek. Tehát akkor, a rendszerváltás hajnalát. Igen, ezt úgy is mondjuk, a rendszerváltás hajnalán. Érdekes egyébként, hogy a Vörösmarty megszületése, illetve az Árgus színű folyóratnak a megszületése, apropó, jövő csütörtökön. Jövő héten így van, ott leszünk. Bocsánat, szerdán emlékezünk az Árgusra, Bokros Judit és a Gellén Miklós Gábor szervezésében lesz egy ilyen nosztalgia este a Vörösmarty könyvtárban, zárójel bezárva. Szóval ez nagyjából egy időre tehető, hiszen 1990 az, ami az Árgust elindítja. Hát ott is Péntek Imrével másfél évtizedig voltam munkatárs, mint főszerkesztő helyettes. És akkor visszatérve a társaságra, akkor viszont Kalász Márton találtuk meg, aki az első elnöke volt az újjáalakított Vörösmarty társaságnak. Aztán a kiváló költőt és írót, aki akkor már nem Fehérváron élt, hanem Pestről járt ide, de nem sokkal később, a kinevezés után kinevezték Stuttgartba a Magyar Intézet vezetőjévé, és ez már akkor lehetetlenné vált, hogy ez a posztja megvalósuljon, és akkor találtuk meg Jávor Ottót, aki, hát ő sem sokáig lehetett a társaság elnöke, mert betegsége elvitte közülünk, és hát utána kerültem én 90-ben a Vörösmarty társaság élére, és hát tulajdonképpen ez az, ami ezek, akkor nagyon sok mindent meghatározott számunkra. Ezek fajsúlyos évek voltak, hiszen közben tanítottál is. Persze. Viszont egy kicsit lépjünk el ettől az időszaktól. Melyek voltak azok a változások, amelyek mentén megújultál a nyugdíjba vonulásodat követően? Most ugrottunk a nyugdíjba vonulás. Igen. Ja, még a Fehérvár televízióról mindenképpen azért beszéljünk, mert ez egy fontos időszak volt az életedben. Én azt hiszem, hogy a Dezső Pistával közösen tihonosítottátok meg azt a fajta irodalmi közösséget, amit egy televízió tud adni az irodalomkedvelőknek. Ugye a palettát is említhetem, ami ugye ma is létezik, hála nektek. A palettában Nagy Judit volt az elődöm, aki aztán elkerült a Fehérvár televíziótól, és utána szerkesztettük. Dezső Pista mellett még Várnai Zoltánt is említhetem, akivel volt időszak, amikor fölváltva csináltuk a palettát. Viszont volt egy másik terepem, és ez szorosan kapcsolódott a rendezvény szervezéshez, mert nagyon sokszor előfordult, hogy ha meghívtam egy írót, egy költőt a Vörösmarty társasághoz, vagy máshová, akkor azt összekötöttük egy stúdió felvétellel, akkor nem itt voltunk még, hanem a Jókai utcában. És ott a beszélgető műsoraimat csináltam különböző vendégeinkkel. Aztán ezekből az interjúkötetet is szerkesztettem. Nem csak a Fehérvár televíziót említem, hanem a Vörösmarty rádiót is, hiszen mind a két helyszínen voltak nagyon rangos és nagyon szép emlékeket maguk után hagyó vendégek. Igen, ezek a televíziós, illetve a Vörösmarty társaságon belül az irodalomtörténeti munkásságod, viszont a könyveid mindig példát mutattak arra, hogy miként lehet megőrizni, hiszen az általad felsoroltak zömét megírtad könyvben is, ha úgy tetszik, és hát az a 40 könyv, azt hiszem, hogy a magyar irodalomtörténetben példátlan abban az értelemben legalábbis, hogy a szűk közösségen kívül azért te eljutottál határon túli, barátainkat is bemutattad, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély, tehát nagyon-nagyon sokan. Éppen most jött a hír, hogy meghalt Ferdinandi György, a kiváló író, aki emigrációhoz tartozó szerző volt, de többször is volt a vendégünk, nem csak nekem, mások is vendégül látták már a 80-as évek elejét. Ezt most tudtam meg egyébként, de ő is megjelent a Királykút emlékházban egy kötet bemutató, meg a Kodolányi főiskolán, akkor főiskolán ugyancsak találkoztam vele. Igen, tehát igyekszik az ember a szűkebb régiókon kívül is mozogni, és ez vonatkozott a meghívott vendégekre is. Vagy hát ha már itt a határainkon túliakat említed, akkor Vári Fábián László például, aki jelenleg a Művészeti Akadémia irodalomtagozatát vezeti, aki egy nagyon jeles Kárpátaljáról származó, most már Magyarországon élő költő, vagy mondhatnám Bence Lajost, aki többször is megfordult a körében. Igen, hát ők otthonról hazajönnek. Hát tulajdonképpen igen, igen. Csóri Sándor társaság. Igen. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel egy óriási hiányt pótoltatok, hiszen Csóri Sándor és Csanádi Imre költészete zámai, ha úgy tetszik, de erősen kötődnek Székesfehérvárhoz. Csóri Sándor kultikon
rossz ez a jelző szerkezet, tudom én, de mindenképpen, hiszen ő az irodalomon túl tulajdonképpen a magyar közélet egy olyan személyisége volt, aki nagyon sokat tett a rendszerváltás után, sőt előtte is természetesen hazánkért. Azt is el szoktam mondani, hogy ez nem az én ötletem, hanem Káldi Sajtős József ötlete volt, aki Soponyán élő tanár és költő barátunk, de örömmel álltunk tényleg ennek a társaságnak a megszervezéséhez. Hozzáteszem, hogy miután a Csóri nevet viseli a társaság, ez azt is jelenti egyben, hogy szinte kizárólag, vagy elsősorban, döntő többségében a Csóri Sándor életművel foglalkozunk. Ugye most említhetném ugyanakkor a másik zámai költőnagyságot, Csanádi Imrét is, akivel és akikről szerveztünk már konferenciát, ennek nyomán egy kis kiadványt is meg tudtunk jelentetni, amelyben a Csóri és Csanádi életműről szóló írások találhatók. Szabad most programot mondani? Ráadásul azt mondom én, jövő héten szombaton először Csóri Sándor versmondó verseny, nagyon sokan jelentkeztek. Illetve Csóri Csanádi versmondó verseny. Csóri Csanádi versmondó verseny. Azt hiszem, hogy ez méltó mindenképpen a két nagyívű életműhöz egyik oldalról. És utána pedig egy Csanádi, nem, Csóri, Csóri emlékest lesz, igen, a Városháza dísztermében, ahol fantasztikus meghívottak idézik meg ezt az életművet. Azt hiszem, hogy ez teli találat. Viszont a Csóri Sándor társaságról annyit, ugye tegnap például ott voltunk Jankó Laura új könyvemutatóján, hogy olyan szerzőket ismertetsz meg az olvasóközönséggel, az irodalombarátokkal, akik egyéb iránt, mondom én, nem kerültek volna fókuszba. Ez tudatos? Azt én nem tudom, hogy nem kerültek volna fókuszba, de vannak olyan szerzők, akiknek az életműve számomra különösen fontos. Hát az előbb említett szerzőket mindenképp ide sorolhatnám, de mondhatnám ugye Németh Lászlót is, akivel évtizedekig foglalkoztam. Mondhatnám Sobor Antalt, Takács Imrét, hogy a Fejvárjakat említsünk többek között. Az kétségtelen tény, hogy a irodalmi emlékezet, most persze a kortárs költőről, íróról van szó, mint a Jankó Laura, akkor itt az emlékezetről nem kell beszélnünk, de a már nem köztünk lévő írók és költők bizony gyorsan felejtődnek. Aki mostanság tervet mond, az néha csak eshetőségre gondol, de én azt nagyon is jól tudom, hogy a Csóri Sándor Társaság hosszú évek, tehát most már amióta működik, mindig előre gondolkodik. Ez kulcskérdés az életedben is. Hiszen ugyanúgy írsz, ugyanúgy vezeted a Csóri Sándor Társaságot, azért csak-csak találkozunk a Vörösmarty Társaság rendezvényein is, ami azt jelenti, hogy ilyen értelemben is teljes életet élsz. Úgy érzem, hogy igen, és ez nem változott a nyugdíjazásom óta sem, hiszen azt is lehet mondani, hogy az embernek több ideje jön ilyenfajta tevékenységre, de azért úgy érzem, hogy akkor is volt, és sokan kérdezik, hogy hogy van az embernek erre energiája. Tehát úgy, hogy ezeket a tevékenységi formákat egységben próbálja elképzelni, mármint hogy én. És ez azt is jelenti, hogy én úgy érzem, hogy ezek a tevékenységi formák egymást erősítik. A tanítást már abba hagytam, de hát lehet a tanításnak egy szélesebb körű értelmezése is. És ez nagyon-nagyon fontos, hiszen azért a városunkban annyi olyan szerző van, aki megismerésre méltó, hogy ezt a missziót teljesítenetek kell. Könyveidről beszéljünk egy kicsit, hiszen ugye csak nem 40, azt pontosan én sem tudom, bár elkezdtem otthon számolni. Egy hiány 40. És mindig valami újat adsz. Hogy fedezett fel azokat a írókat, költőket, irodalomtörténészeket, akiket szeretnél mélyebben bemutatni? Hát ez sokféle lehet. Ugye amikor klasszikus szerzőről fordul az ember, akkor teljesen más a indítatása, de ezekben főként a kis monográfiákra gondolsz elsősorban, igen, gondolom, itt az különösen érdekes, amikor élő szerzővel foglalkozik az ember, és nem lezárt életművel. Ugye ide sorolhat, ha csak a Fejvárokat mondjuk, akkor ide sorolható Sobor Antal, vagy Takács Imre, vagy hát a Fejvárnak is számító Bella Istvánt el ne felejtsük. Bellával például nagyon érdekes volt mindez. Hát Takács Imrének már a halála után kezdtem vele foglalkozni, úgy monográfia szintjén. Sobor Antal életében jelent meg egy kisebb füzetem az ő életművéről.
Bella István pedig szinte napra készen, hogy is mondjam, gyakorta találkoztunk, és nagyon sok mindent meg tudtunk beszélni. És ez nagyon érdekes, mert az ember nyilván ezeket az ismereteket beépíti, amelyek nem is biztos, hogy annyira közismert ismeretek voltak. Most ugyancsak hasonló helyzetben vagyok, mert Gáspár Ferenc történelmi regényeiről lassan be fogom fejezni azt a, nevezzük ezt is kis monográfiának, ami várhatóan ebben az évben meg fog jelenni. Viszont most nem mondok nevet, de van egy tervem még, amit egyről nem szeretnénk nyilvánosságra hozni, de egy élő szerzőről van szó, akivel már beszéltem arról, hogy van egy ilyen elképzelésem, és örömmel fogadta, és azt mondta, hogy úgy érzi, hogy, amit eddig írtam róla, és egyáltalán az ismeretségünk az örömtelivé teheti ezt a munkát. Most kicsit nehezen fogalmazok, mert ez még nagyon a elején jár, de szóval vannak ilyen terveim a következő évekre is. Otthon vagy a hittel élők református közegében is. Ez fontos számodra? Igen, hát visszatornyolódhatunk a bódai kiszáradásra ebből a szempontból, hiszen ez a fajta református közeg, ez onnan jött elsősorban. Itt ez is több oldalú, mert keresztjénnek tartom magam, hívő ember vagyok, de ugyanakkor meg a felekezetnek, a protestantizmusnak nagyon erős a kulturális vonulata is. Ugye ezt az általam kedvelt szerzők közül mondjuk például Németh László, Csóri Sándor, Csanád Imre meg is testesítette. De ez nem azt jelenti, hogy felekezeti hovatartozás szempontjából válogatnám a szerzőket, mert mondjuk Pilinszky, ugye más vonal, de hát ugyanúgy nagyon fontos. Na, essék szó egy kicsit a mi közös utunkról, hiszen rövidesen április 17-én gyaníthatóan együtt utazunk Csíkcsomortánba, hiszen a székelyföldi Varga Sándor verstábor, illetve az ezt megelőző csíki versünnepen is ott vagyunk együtt. Azt hiszem ez is nagyon fontos, mert én azt hittettem, figyeltem meg, hogy az ottani versmondók figyelnek arra, hogy milyen méltóságot ad az anyaországból látogató egy ilyen találkozónak. Hát igen, ez közös élményünk valóban veled, hiszen együtt zsűrizünk most már, ha jól számolom, 9. éve megszakításokra, mert ugye a járvány idején akkor ez nem volt annyira gördülékeny, de azt én is úgy érzem, hogy egy teljesen más világ, mert a Székelyföld, most erről nem akarok hosszasan beszélni, de mindenki számára világos, azt mondja, hogy teljesen más világ, másképpen állnak hozzá a gyerekek a versekhez is, külsőségekben és belsőségekben egyaránt, mert a külsőségen értem a viseletet, de ugyanakkor meg a lelki rezdülések is nagyon jól tapinthatók. No, hát ennyi fért bele a műsoridőnkbe, de én azt gondolom, hogy gyakorta fogunk találkozni, hiszen igyekszünk valamennyi olyan írást megjelentetni, illetve bemutatni, amely kötődik hozzád. Emellett a Csóri Sándor Társaság valamennyi rendezvénye, hiszen én azt hiszem, hogy a közelmúlt irodalmi rendezvényei közül kiemelkedik látogatottságban mindenképpen, és ez üdvözlendő ebben az értelemben, hogy a Szent István Művelődési Ház termei megtelnek, ha úgy tetszik, és ez jó út, mondom én. És hát erőt, egészséget kívánok neked, és minden irodalomkedvelő nevében még egyszer gratulálunk, jó helyre került a Magyar Kultúra Lovagja cím. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen is! Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Bakonyi István, József Attila Díjas irodalomtörténész volt, a Csóri Sándor Társaság elnöke, aki a Magyar Kultúra napján átvette Budapesten a Magyar Kultúra Lovagja címet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.